Érkezett. Rögtön az első. Ugyan érkezett a Bogyó és Bagóca című mese hangos szövegének felolvasására a felkérés. Alatta egy megjegyzés, már alig várom, hogy a kisfiam akkora legyen, hogy nézhessük. Lesz még elege is belőle. Ezben mesélt, Márcsai Fali mesélte, hogy kinőtt a fia a Bogyós Bagócából, de amire megszületett az Adél, a kislány, és kezdett előről, és egyszer bejött a színházi büfébe, és én a büfépultnál ültem, és bejött az ajtón a Márcsai Fali, és megmondom, a könyökömön jössz ki! Mert ugye mindegyik DVD-nek 13 mese van, csak 13-szor kell még azt is végighallgatni, hogy Bogyó és Bagóca. Azt arra én is nagyon haragszom, hogy miért kellett minden mese közt újra is. Na, szóval, hogy akkor én már csináltam korábban egy olyan munkát, hogy kacsamesék. És abban volt három kis kacsa, a piros, a Miki, a kék, a Viki, és a zöld, a Tiki. És akkor azt is három különböző hangon. Kezdetben az a felkérés az úgy volt, hogy egy színész csinálja, megint nagyon patogó. Egy színész csinálja a három kiskacsát, és nem kérték, hogy különböző hangokat. Csak aztán nekem nem tetszett, hogy egy színű legyen, és akkor elkezdtem besorolni őket, hogy a piros a legélesebb, aztán a kék az a fugalikus, és kicsit recsegősebb benne, mélyebben beszél, és a zöld az nem a legnagyobb, és így tik-tak-takra beszél, ilyen kukra beszél. Minden lényeg az, hogy akkor én már csináltam ilyet, sőt, még a Csukás Istvánnak a Pompom újabb meséit, című meséit is felvettük a moskönyvre, és abban már 103 figura hangját kellett kitalálni, tehát már volt gyakorlatom abban, hogy minden hangot én csináljak. És akkor a Entód Gézának hívják a KED stúdió vezetőjét, és onnan jött egyszer csak egy kérdés, hogy lenne egy munka, hogy a mesélőt is, és az összes többi figurát nekem kéne megcsinálni. És elkezdtük. Tehát gyakorlatilag nem volt nagy ráfutás, vagy nagy rákészülődés. Annyi, hogy én mindig előre megkaptam ugye az anyagot. Kezdetben még a rendes, normális, mint egy színházi szövegkönyv 14-es méretű. Mondjuk a boltban vásárolt könyvek, azok inkább 10-12-es, szóval még apró betűk, de a színházi szövegkönyv 14-es mérettel van nyomtatva, és így kaptam. És pont ma néztem át egy csomó anyagot otthon, hogy nekem az egész lakás már egy raktár. Egész életem összes szövegkönyvet, és hát több ezer könyv, szóval borzalmas. Lényeg az, hogy találtam egy Bogyós Bagóca összeállítást, ami még a 14-es, mondom, hát azt mondom, megy a szelektívbe, azt én már meg se tudom sejteni, hogy van odaíva. Aztán egyre nagyobb betűkkel kaptam az anyagokat, és pár évvel ezelőtt mondtam, két éve körül mondtam, hogy elbúcsúzunk, nem tudok már olvasni. Erre a Bartos Erika megint írt meséket, most azt várják, hogy nem értek, hogy nem tudom elolvasni, nem tudom. Hát, hogy akkor majd elmondanak pár mondatot, és akkor azt írjuk, hogy a hangmérnök majd összevágja, az úgy nem olyan. Na mindegy, és akkor láttam, olvastam a mesét, láttam a mesekönyvet, a mesekönyv adta az ihletet, hogy melyik bogár mekkora, milyen gonosz, rosszalkodó vagy jóságos, félős vagy puha, vagy lányok, tehát egyszerűen, hogy anyáskodó, például ugye van a Babóca, aki Katica bogár, akkor van a Ugri, aki Szöcske, akkor van a Pihe, aki Lepke kislány. Tehát a bogárnak a fizikumát alapul véve, és a Bartosek a rajzait alapul véve, megéreztem, hogy milyen mélységű vagy magasságú, nem az, hogy nő meg férfi, az természetes, de hogy milyen korú, mekkora méretű, például a Gömbi, a kis virágbogár, ő az egyik legkisebb bogár, akkor ők a legvédik, most nem tudom megmutatni, mert nemrég beteg voltam és alárekedt vagyok, tehát hogy egyszer csak úgy aláhúztam bizonyos színekkel, ami számomra jellemző volt annak a élőlénynek, és mindig arra a típusú emberre gondolok, arra a típusú gyerekre gondolok.
akit beidéz az a típusú kisbogár, és azt szerint kapta a hangokat. És valahogy így bevált, és csináltam. Köszönjük szépen! Következő kérdés, hogyan lett kakadúja a művésznőnek? A fiam egészen kicsit iskolás kora óta, na jó, én nevelésem, mert nagyon szerette az állatokat, de aztán egész különös figyelemmel fordult a madarak irányába, tehát a madárvilág lenyűgözte, és még általános iskolás volt, amikor már csináltak vele a rádióban, kerestek olyan gyerekeket, akik egész fiatal korukban már hivatást választottak. És akkor a fiam is valaki beajánlotta, és Szabó Éva volt a nagyon kedves riporternő, elvitt az állatkertbe, és állatokról beszélgetek. És akkor a madaraknál a gyerek magyarát, elmesélnek utána a Szabó Éva a riporternek, hogy hogy magyarázta a fiam, hogy a nyaktekercs, hogy miért és neki hány fokon tudja fordítani a fejcsapot. Tehát általános iskolás korában már, mint egy tudós, úgy tudott a madarakról beszélni, minden Magyarországon felelhető szakkönyvet már tudott, ismert, olvasott. Mi a Ferihegyre jártunk ki, a pilótákkal volt titkos feketéző viszonyom, hogy bolyutát kellett szereznem fű alól bárhonnan, loptuk csaltunk az ott, tehát valutát kellett szereznem, amikor még piros volt. És akkor a pilóták hoztak nekünk angol és német nyelvű ilyen vaskos, döbbenetes szakkönyveket madarakról. Na, lényeg az, hogy a fiam ornitológusnak készült sokáig. De aztán nem az lett, mert a KPMG, az a IBS, ott a tárogató utca 2-ben van egy ilyen egyetem, a volt szocialista országok közül Magyarországon csináltak először. Ez egy angol fiók egyetem, leány egyetem, és akkor azt végezte végül, a Róna Péternél volt egy ideig pénzügyigazgató helyettes, aztán pénzügyigazgató, szóval egy adóvisszatanácsot, stb. De nagyon vágyott madarakra, viszont ő albérletben élt, és ő nem tartott madarat, és az 52. születésnapomra beállított hozzám egy a földtől ilyen magas lábakon, és így egy ekkora orony színű, tehát sárga rész kalitka, és benne egy 2 éves kakadó. Egy évig fizette a részleteket, hogy én kaphassak egy ajándékból születésnapomra, aki már egy elrontott kakadó volt, tehát kétszer-háromszor már a madar, minek hívják a kis állatkereskedőt, vagy akvarista, nem tudom. Lényeg az, hogy már többször eladta a kakadót, de félt az emberi kéztől, vad volt, csípett, nem lehetett vele, és mindig visszavitték szegény kakadót, és akkor én megkaptam. Hát 17 évig éltünk együtt, de aztán közben ugye én jártam a állatkertbe az unokáimmal, és ott volt egy olyan játék, hogy ilyen kör alakban van egy állatnak a fényképe, és hogyha felhúzzuk, akkor ott vannak a tudnivalók. És a sárga bobítás, fehér kakadót így felhúztuk, és hogy születés, származás, táplálkozás, szaporodás, stb. Eddig elért életkor 137 év. És tudtam, hogy én nagyon megöregedtem, mert ez már 60, nem tudom, ugye 52 éves körben kaptam, tehát közeledtem a 70-hez, és akkor hát akkor egyszer csak volt Szigetszeg Miklóson egy ilyen éjjel-nappali zöldséges, és ott egy nagy kövény fiú dolgozott abban az időben, aki mindig tudta, hogy én a madár miatt kérek pár szem szőlőt, a legnagyobb tél karácsonykor, vagy bármikor voltak alapgyümölcsök, amit nekem vinnem kellett, akármennyire került. És mondtam is nekik, hogy mondom, nem kell csak pár szem, mondom, a kakadónak lesz. És akkor a gyerek állandóan sápítozott, ő papája madarakat tenyésztett, és egész életében kakadóra vágyott, de most nála van már a kakadó. De őt is túléli. Mondtam neki, hogy időben kell gondoskodni egy fiatalabban. Köszönjük szépen. Következő kérdés, ez egy kérdés csokor valójában, a szerepeihez kapcsolódó kérdés. Az első, amit 4-5, az első, volt-e olyan szerep, amit nagyon szeretett volna megkapni, de valami miatt nem.
hogy sikerült? Egészen fiatal kezdő színészkoromban ment a Csehov Sirály a Kaposváron, amit a Zsámhéj Gábor rendezett, és mert abban van a Nina, egy falusi kislány, aki színésznő szerette lenni. Na azt én nagyon tudtam volna, hogy azt hogy kéne eljátszani, de a Molnár Piroska játszotta. Tehát én akkor még játszottam már abban az időben jó szerepeket, de még a Pinocchion kívül, meg nem tudom, még csak kevés főszerepet játszottam. Tehát egy ilyen óriási, a színésznők állva, a Nina Sirály. Egy-két Shakespeare szerep jön még mellé, de a Nina, hát az, tehát akkor arra még nem voltam aktuális, és akkor segédrendező voltam a produkcióban a Zsámhéj Gábor mellett. Kértem, hogy viszont hadd legyek az asszisztense. Úgyhogy az például úgy elment mellettem, de nem volt idő, tehát egyszer csak elkezdtem fantasztikus szerepeket kapni, és kb. 25 éven át nem lett volna időm, elájultam, és nem lett volna időm magamhoz térni, mert egyik darabból estem a másik darabba. Tehát, hogy Kaposváron volt olyan, hogy egy hónapban 48 előadásunk volt, vagy 52. Tehát, ha valaki bekerült a gyerekdarabba, mindig a Vici Mackóba, plusz az esti előadáson is játszott, az előfordult, hogy egy hónapban 48 vagy 52 előadás szerepet legyen. Tehát nem volt időm álmodozni, meg vágyakozni, meg és utána olyan döbbenetes szerepeket kaptak, hogy már az, ahogy tetszik a Rosalinda, az a Júlia után az a második Shakespeare szerep, amire vágynak a Júliára nem vágytam, az úgy elben. Semmi értelme nem volt volna vágyakozni. Szóval, hogy a Rosalinda sokkal jobb szerep, és azt el is játszhattam. Meg a Trulisus Cressidába a Cressidát, vagy a Szecsuáni Jólinek, a Szecsuáni jó emberben a Szentesújtát, azt is eljátszottam, Mesél a Becsérőből, Marian, Csehov Ivanovjában, az Anna Petrovna, szóval nem lehet felsorolni, nem. Itt, amióta itt Pesten vagyok, mint öreg színésznő, a csodálatos, hogy eljátszottam a Macskajáték Korbániát, most ami csúcs, ami a legkedvencebb szerepem, az a Szabomag ajtójában az Emerenc, de van egy nagyon kemény anyag is, de az egy dokumentum anyag. Az a Pedig én jó anya voltam című egy dokumentum dráma, és abban a kétszeres gyerekgyilkosságért felakasztott fiatalembernek az anyjának a vergődése. Azt is egyedül játszom, 40 oldal szöveg, tehát hogy nincs időm arra, hogy mit nem játszhattam el, vagy mire vágyom. Ráadásul már nagyon fáradt vagyok, már arra vágyom, hogy csökkentsük a munkámat, és az legyek otthon. Köszönjük szépen, további kérdések a szerepekhez. Volt-e olyan szerep, amit nagyon nem szeretett, de valami miatt nem tudta elkerülni mégsem, nem tudta visszautasítani? Hát ez gyakran előfordul, hogy az ember társulati tag nem illik visszaadni egyébként szerepet. Most mi nálunk a színházban előfordult az elmúlt időben a Füranikó és Csákány Eszter is, hogy adtak vissza szerepet, de annak mindig rossz íze maradt utána valahogy. Én nem szeretek viszont. Nekem is egy olyan helyzet volt az életemben, a csodálatos darab, a József és Testvérei, József és Testvérei, Kossák Tamás rendezte, és de akkor én már, hogy volt az, 72-74, nem tudom, mert öregasszony voltam, pocakos öregasszony, Kordonyi néni, és rám osztott valami, egy manó szerepet, és akkor három hétig próbálkoztam, kilóltam, és mondtam neki, hogy Tamás, egész életemben a manóság elől menekültem. Hát mindig picike voltam, mindig kicsi, mindig a hangommal, mindig kellett, hogyha olyat játszottam, hogy lejjebb tenni. Tehát ez mindig azzal küzdött, hogy nem manó legyek. Hogy mit kell nekem ez 70 Isten hány éves koromban? És azt, hogy teljesen igazam van, ez egy félreértés, hogy ezt ők rámozgották. Tehát valami szükségből, mert iszonyú, hát az egy 1600 oldalas anyag, és elképesztő sok szereplővel. Tehát, hogy szükségből osztották rá, és akkor a tenkéréka átletett tőle. Tehát egy ilyen nekem is volt az elmúlt 10 év alatt valahogy, de egyébként nem. Eljátszom. Az űrzavar 2045-ben nagyon nem szerettem azt a szerepet, amit játszottam, de akkor is eljátszottam. Köszönjük szépen. Következő kérdés.
A Csini Baba több generáció nagy élménye volt. Biztos vagyok abban, hogy a készítése is nagy élmény volt. Tudna valami emlékezetes sztorit mesélni az alkotás folyamatról? A Tímár Péter mindig kitalál valamilyen technikai trükköt, mert ő eredetileg nem filmrendező, jó rendező. Nem filmrendező volt, hanem trükkvágó. Tehát a filmeseknek trükköket vágott képre. És ettől őt nagyon csábítják a filmben létrehozható trükkös megoldások. És például a Csini Babát úgy forgattuk, hogy a villamoson volt egy jelenetem, és csóva is egy presszóba. A villamoson rossz hangulatú és kemény a hangulata a nőnek, ez egy kalauz nőszörös lányterike. És azt találta ki, hogy mint egy rádiófelvételt felvesszük a párbeszédet. Andorai Péter voltak, felvesszük a párbeszédet. Akkor azt ők a normálból lelassítják, itt tudom én 30-as fordulatszámra, és akkor arra mozgunk rá. Tehát a film forgatása az úgy történt, hogy egy 30-as fordulatszámmal, tehát jó estét kívánok, átszállott vagy vonalat, mentem ide a kalauz lukasztomnak, és mozogni is úgy kellett. És ezt a felvételt utána visszagyorsította eredeti tempóra, amitől létrejött ez a hang. Tehát, hogy, vagyis, hogy ez a hang visszament eredetire. De akkor is furcsa maradt. Ráadásul mi, minket hiába gyorsítottak vissza, a villamos igaziból ment és rázott. Tehát a villamos rázásai a felgyorsított változatban ilyenek. Tehát ettől egy elképesztő, vicces és groteszk és különös dolog felvétel jött létre. A másik, ott a boldogság, a szerelem, a röpködés, a szállongás, azt pedig felvettük rádiójátékelen normál párbeszédben, vagy felgyorsítottam, és nekem úgy, te régen vagyok a szörös lábú, emlékszem? Egy mondani, mostanában kerestem magát, kerestem meg. Végre megmutat, hogy most ezt utána visszalassított a rendes tempójúra, amitől egész furcsa, még ott is voltak, és a ventilátor fújta közben a hajamon. Robogott volna a boldogságtól, meg a szerelemtől a hajamon. Nagyon ilyen furcsa trükkök. A Címer Feriben is volt, amikor a nő, hogy is van, kiönti, beküdösödik a hús, és aztán a wiringból kiönti az udvarot. Na most ezt kiöntöttük, majd utána nekem, hogy csináltuk? Tehát fordítva vette föl, nekem bepakolnom kellett a húsokat a wiringba, és elindulni be. Aztán azt megfordította, akkor volt az, hogy kijöttem, ilyen furcsa mert a visszafelé forgatáskor minden, a mozgás is minden egy kicsivel másabb ritmus, és egyenetlen lesz, és nagyon vicces. De még az is volt, hogy amikor a film szerint a virslik már olyan romlottak voltak, hogy megoldtak kukacosokat, akkor a virslik a kövön elindultak, hát azt a huszkálást a Davidokon, és nekünk ugye az szerint kellett, hogy rámenítjük a Davidra meg. Hát ezek hosszú próbált igénylő jelenetek voltak. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Az említett szembetegsége hogyan befolyásolja a szereptanulást? Hát a súlyos része majd most jön, mert most romlott, az elmúlt évben romlott el annyira szemem, hogy már a 24-es méretű óriás nagyított betűket sem tudom jól elolvasni. Tehát két évvel ezelőtt, vagy már három éve, ugye a pandémia mikor volt? Na, akkor annak a végén, mikor újra nyitott a színház, akkor próbáltuk, tehát akkor mutattuk be az ajtót, akkor az ajtót még 24-es betűvel nyomtatva, mert na
azt a mennyiségű szöveget, hát azt nem lehet böngészgetve tanulgatni, tehát azt a óriás mennyiséget még a 24-es betűről simán meg tudtam tanulni. Az igazi nagy szerencsém az, hogy nagyon könnyen tanulok. Tehát, hogy van az olvasópróba, amikor a rendező felolvassa, visszaolvasópróbán már mi olvassuk, utána még a rendelkezőpróbán általában fogjuk a könyvet, de utána én már elkezdem mondani. És ha valamit nem tudok, a súgót teljes hang, tehát nem kell titokba súgni, ott rendesen súg, de mondja ő is. Tehát a súgó segítségével két próbával később már tudom a szöveget. Tehát, hogy ez egy nagy szerencse ebben az elromlott szemű állapotban. Most jön majd a próbatétel, hogy idén is lesz egy új bemutatóm, de nagyon hamar agyvészést kap a szerepem, a feleség, és attól kezdve jobban a Gáfi Laci beszél, tehát hogy nekem ebben nem lesz sok szövegem. Három-négy jelenet van, ahol még beszélnek el, de azok nem lesznek több oldalas monológok, meg ilyesmi, úgyhogy ez megint olyan lesz, hogy megkapom előre a szöveget, most már 26-os méretű annyitásban fogok kapni, és akkor én otthon még pirossal alá is húzom, mert az segít koncentrálni, mert a szemem így is csal, és távolságos csal. Tehát ha aláhúzom pirossal, az segít koncentrálni a szememet, hogy abban a sorban maradjak. És nagyon hamar fogom tudni megtanulni, hála Isten, úgyhogy lehet, hogy még idén még nem lesz gond, és én már kifele megyek inkább a pályáról, tehát hogy nem készülök, nincsenek hosszú távú terveim. Köszönjük szépen! Következő kérdés. A mesék közül melyiket szerette a legjobban? Melyik volt a kedvenc munkája? Hogyha jól értem, akkor itt az animáció. Tehát ez a Vuxafi, DuckTales, Bogyó és Babóca, hogy melyik volt a kedvenc? Azt hiszem, hogyha csak a munkáimat nézzük, akkor talán a Szaffi. A kis Vuk az csodálatos volt, mert az volt az első ilyen jellegű munka, és ahhoz hozzátartozott a Dargai Attila, aki az egészet kitalálta és rajzolta és meghívott, meg a Csákányi Laci bácsi, aki ugye a karak volt. Tehát a Vuk az nagyon-nagyon kedves volt, de utána nem sokkal később szintén a Dargai Attila csinálta a Szaffi. És az nem futott be akkora utat, mint a Vuk. A Vukot gyakorlatilag mindenki látta, és alig volt olyan család, ahol ne lenne, ha nem a saját családból oldalági rokonoknál testvér, mindenhol van gyerek, tehát gyakorlatilag a Vukot mindenki látta, és sokkal kevesebben beszélnek, meg sokkal kevesebben látták a Szaffit. És az ugyanolyan gyönyörű a Szaffi, és ezért nekem aztán a Szaffi volt emiatt a még kedvesebb. De ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor a Vuk. Na mindegy, minden esetre először félreértettem a mesét, vagy a kérdést, azt hittem, hogy mi volt a legkedvesebb mesét, nekem a fél lábú ólomkatona és a rút kiskacsa története. Ez a kettő volt a legkedvesebb. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Kedves Judit, hány és milyen fajta házi állata van jelenleg? Jelenleg 6 beköltözött macska, akit már a enyémnek tekintek, azok már ágyamban, meg mindenhol, tehát 6. De mivel macska, tehát hogy sokat nem vagyok otthon, ezért nem tudok kizárni őket, vagy bezárni. Tehát van macskajtó, és ettől idegen macskákat is etetek. Egyáltalán nem kérdezik meg tőlem, hogy jöjjenek, hogy ne jönnek. Most is, ha hazamegyek a nagyszobából, majd benézek a nagyszobába, és látom, hogy egy vadidegen fekete macska alszik a szekrény előtt, és csak rám néz, meglátja, hogy nem vagyok rossz szándékkal, és marad. Tehát, hogy 2-3 idegen macska is már. Sőt, volt az egyik idegen cica, az sajnos egyszer csak ott feküdt az ágyamon, de szelénet félrehúzva a lábnál. És az volt az utolsó találkozásunk, ő látta, hogy beteg, és én nem kergettem el az ágyamról, pedig nagyon rossz, hogy behozza a betegséget a többi cicának. De nem kergettem el, mert se éhes állatot, se beteg állatot nem tud kergetni. És azóta ő eltűnt, nem jött többet, tehát ő elment meghalni. Az látszott, hogy ő kész teljesen. Mert ő nagyon beteg volt. De van helyett, de én nem tudom,
egymásnak szólnak. Fölmehette más. Most a legöregebb ilyen befogadott cicám, a Rozika, ő elmúlt 19 éves. Ordít velem. Úgy lett tól, hogy mintha én csak ő miatt léteznék. És csak azért, mikor kell mennem is, megyek ki éjszaka. Hát nem beül a dobozba és ordít. És nem, tehát, hogy mikor jön a betetés. És már nem tud szilárdra tenni, tehát tépezek, tempőzök. És mondom, mély és csúnya hangja van, és nyelvonva, ordítva beszél. Köszönjük szépen, következő kérdés. Jó volt hallani azokról az időkről, amikor a színháznak, az előadásoknak társadalompolitikai jelentősége hatása volt. Igen. Ma ez nagyon hiányzik. Fontos. A művésznő szerint lesz még ilyen, mármint, hogy újra lesz hatása ezeknek? Szerintem ugyanilyen már nem tud lenni. Tehát kérdezik tőlem is, hogy az őrkényszínál nem hasonlít a Kaposvári, de szándékával, ízlésével próbálkozik, de nem ugyanazok az emberek. Tehát ma már a színésznek jobban dolga a működő képesség, mint az úgynevezett átélő mély színjátszás. Tehát, hogy más lett a színház, a világ lett más, és benne mi emberek. Tehát, hogy ugyanolyan lázas őrülettel már nem lehet színházat csinálni. Nem alkalmasak rá, tehát a fiatalok nem úgy gondolkodnak már. Szívesen meghallgatják, mikor engem például sokszor meséltetnek, direkt, hogy meséltetnek erről, vagy arról, vagy egy-egy színészről, régről, mindent, de már csak meghallgatják, és érdekes nekik, de már úgy nem ugyanúgy érinti meg őket, hanem más lett minden. És azelőtt volt a szakmának, volt egy egysége, és volt egy nagy közös ellenség. Tiszták volt a kép. Most ezer felé van szakadva a szakma is, nem ezer, de én biztosan. És már emlékszem, amikor a Hipolitot forgattuk, már akkor az volt, hogy a büfé egy sátorban volt, egy hosszú, ilyen, olyan, mint a kocsmaasztal, egy hosszú deszkán volt, hosszú asztal. És a egyik oldalánál ült a társulat, majdnem az összes színész, aki aznap forgatott, és a kocsmaasztal túlsó végén ott ült az egyes karacsi. És így magasra tartotta a magyar nemzetet. És hogy vettünk újságokat, és hölt népszabadság, népszava, akkor még a magyar írjat is valamit. Tehát, hogy ő tüntet, akkor mi veszük alapot, jó. Veszéket már nehezen lettek fel. Engem még kiválasztott magának, mert ugye az Eldorádóba is forgattuk, meg nem tudom. Tehát, hogy velem még ilyen puszi köszönő viszonyban volt, de már beszélgetni nem nagyon lehetett. Szóval, hogy nagyon-nagyon kemény most sokkal rafináltabb a létezés, nem elég nyílt és tiszta és vállalt. Más, már nem olyan jó. Köszönjük szépen, a következő kérdés. Olvastam, hogy a Pedig jó anya voltam című előadást börtönökbe is elviszik. Hogy jött ez az ötlet, és milyen tapasztalata van arról, hogy hogyan hat az előadás az ott lakókra? Hú, ez megint nehéz röviden mesélgetni róla. Tehát, hogy a Pince színház, Törökpál utca volt a Pince színház, ott egy időben az ottani vezetőknek jutott eszébe, hogy ez csodálatos dolog, hogy ennyire. Én 10 előadásra írtam alá a szerződést, amikor ezt bemutattuk 2007-ben. 2007. március 23. Tehát, hogy 10 előadásra írtam alá a szerződést, és utána a 10. évben tartottak egy születésnapi ünnepséget, mint utolsó előadást, és a Pince színház akkor levette a műsorra, és utána vett át a Örkény színház, hogy most az ottani stúdióban játszom tovább. De a 10 előadás az először is, remény nem volt arra, hogy ez hogy lehetne abba hagyni, nem lehetett rá jegyet kapni. Tehát akkora meglepetés volt mindenkinek, hogy ennyire akarják látni az emberek. Mert az egy nagyon kemény estét kell bevállalni. Az egy kemény hangulatú dolog. És amikor látszott, hogy ennyire akarja a néző látni,
akkor jutott eszébe a vezetésnek, hogy mi lenne, ha ezt valahogy eljutatnánk az érintettekhez. Azzal az érzéssel, hogy ő megcsinálta vajt, úgy teszi helyre magában a lelkében, ahogy tudja, ahogy képes rá. De hogy aki kívülreket, aki kívülről csak nézője és átélője ezeknek az éveknek, hogy azok mit éreznek. Tehát az, hogy a gyerekgyilkos fiam, hogy vajon mit gondolta, hogy az anyja ezt hogy éri meg. Tehát, hogy a börtönben, és akkor legelső volt a kívül a börtön, akik, és akkor meghirdették, büntetés-végrehajtási intézetekben meghirdették, hogy van ez az anyag, érdekli őket. És a csillagbörtön, tehát a szegedi legkeményebb börtön volt az első, akik jelentkeztek. És akkor ott lehetett gyilkosságért és gyilkossági kísérletért elítélt rabok között hirdették meg a lehetőséget, hogy elmondták, hogy miről szól, tehát hogy ne vakonuljenek, de tudják, miről mit fognak látni, hogy ki akarja megnézni. És akkor 80 jól viselkedőt kiválasztottak, 80-an ülhettek be egy hosszú terembe. És hát tégolyító volt, mert az utána élő beszél, hát először is egy pisztenés, tehát olyan csendet a világon nem lehet teremteni, mint ahogy azok ott ültek és nézték. Kivételezett helyzetet teremtettek nekik, mert elítélt nem tartózkodhat civil ember háta mögött. És ott a szellemesség jegyében úgy osztották be a nézőteret, hogy az első négy sorban városi meghívottak, polgármesterek, nem tudom, meg nevelők ültek, meg pedagógusok, nem tudom ki, lelkész, nem tudom, mindenféle más, nem elítélt. És az ötödik sortól kezdve ülhettek az elítéltek, mögéjük ülhettek az elítéltek, ami minden más helyzetben tilos. És a utána lévő beszélgetés, az hosszabb volt, maga az előadás. Tehát mindenki akar legalább egy mondatot, és kaptam a 9, régen, amikor én még középiskolás voltam, nem tudom, most van ez a francia kockás, egy óriási nagy, a nagy lapú füzet, a nem a normál füzet, hanem a nagy alapú. Olyan volt, hogy 9 oldalas levelet kaptam elítéltől, utána megköszönte, hogy olyan ajándékot kaptak tőlem, amíg élnek, nem fognak elfelejteni, meg stb. Tehát, hogy egy vallomásokat kaptam meg minden. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon megérintettem, de az első hozzászóló, az például a falnál ült, a hosszú teremben, középen volt egy út, és két oldal még a székek. És azt mondta, nagyon jelentkezett, úgyhogy mondtam, hogy tessék, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen haragszik rám, ő nem szerette ezt az előadást, és hogyha nem a falnál ült volna, akkor itt hagyta volna, mert neki ez nagyon fájt. És akkor mondtam neki, hogy akkor elértük a célt, mert mondom, hogy azért jöttem ide, hogy maguk találkozzanak azzal az érzéssel, hogy mit ért meg odakint az édesanyjuk, feleségük, gyerekük, testvérük, stb. Mondom, tehát ha ez magának annyira fájt, hogy most haragszik rám, akkor én jó, hogy előttem. Tehát, hogy ez az első hozzászóló. És utána még nem tudom, hányszor jelentkezett, az beszélgetés legvégéig mentett el. Tehát az csak mondta, hogy majd, hogy elment volna, ha tudott volna, de ezt elvább nem volt elment. Tehát, hogy nagyon erős este volt. Van egy kollega, hát biztos ismerik, Lázár Kati. Kaposváron sok évig játszottunk együtt. Ő még annyira sem, ő neki nem makula degenerációja van, neki zöld hályogja volt, amit nem járt orvoshoz, elhanyagolt, nem csöppent. Mondnák, hogy sem neki zöld hályogja van, de ő naponta háromszor, hogy nem tudom, hogy csöppent, és azzal az élete végéig elélet békésen, ha nem felejti el, ha kezeli, ha csöpögtet. Tehát azt békén lehet tartani. De a Lázárnak én nem csöpögtetett, nem törődött, és akkor ugye úgy fél szétrobban, mert ez egy ilyen feszület, vagy a feszültség a szem, szokták mérni szemészek, hogy a szemkeménységet, felületkeménységet, meg a feszültség, feszülést mérni. És neki szétrobbant vagy mi valami a szemével, és ő már csak foltokat lát, tehát egyedül nem is jár már utcára, de ez még egy régi történet, ez a csillagbörtön, és felhívott, hogy ő úgy hallott, hogy én megyek a csillagbörtönbe Kaposvárra, Szegedre,
hogy akkor, hogy eljöhette velem. Úgyhogy én vittem le a Katit, ő is ülte be az első négy sorba. Végig zokogta nekem ott az egészet, még zavart és nagyon nagy ismerős beülés hanggal zokog. De mit csináljunk, a Kati ilyen érzékeny ember. Szóval, hogy ott az nagyon erős este volt. Na. És akkor utána még jelentkezett a Tököli büntetésvégrehajtó intézet. Ott ők csináltak egy második részt, a fiú szemszögéből. Az egyik nevelőjükkel írtak egy második részt. És azt én ezt meg is néztem, aztán amikor mentem neki gratulálni, akkor abban az öltözőben, ahol a pince színház az elevelem van egy alaksorban, és az öltöző is egy alaksorban van. És ahol én szoktam öltözni, oda volt 12 vagy nem tudom hány elítélt, az egy szobába bezsúfolva. Tehát egy szobába kellett az összes fiúnak lenni, és én kérdeztem, hogy gratulálhatok, de mondtam, hogy tessék, persze. És ki nem jöhetnek az ajtó, hogy én látom a folyosón, a fiúk ide az ajtó keretbe, itt egymás feje fölött ki volt tudott lyukat találni, és akkor gratuláltam nekik, hogy ez már az fantasztikus dolog, hogy eszükbe jutott, hogy írnak egy második részt, tehát hogy van egy közlési szándék, ez csodálatos meg. És gratulálok. És akkor ők azt mondták, hogy lehet egy kérés, mondom maguknak most bármi, hogy csak egy mondatot a kisfuk hangján. Álltam ott szembe ezzel a 12 vagy 13-ra már szereplő. Fiat, kopasztani fiatal emberrel, álltam ott szembe, és ez volt a vágyuk, hogy a kisfuk legyen. Azt hittem, hogy ott halok. Az is egy olyan erős nagy élmény. De mások is voltak. Azt mondom, is voltam, hogy a Vitonem előbe, az volt a legkeményebb közeg, hogy eltűnt a viszletből egy kis kés. Tehát ott jegyzetbőtöt kellett felvenni. De aztán utána nem lett belőle semmi, mert nem tudom, én eljöttem, hogy ott aztán megtalálták-e, vagy mi lett, nem tudom, de aztán meghívtak zavaró versenyt a Julianőknek, mert aztán találkoztam vele később is. De az egy kemény este volt, mert ott azok dacból nem akarják, hogy a soráljuk. És akkor volt olyan gyerek, aki ráborult az előterélő székre, és a nevelő böktöste, hogy ne hajoljon. És hogy fölemelte így a fejét, és tiszta piroskét, és tiszta köré. Tehát, hogy az nagyon kemény volt, mert őket ugye még érzékenyebben érintette az anyjukkal való viszony, vagy bármi, hogy vajon mit mondott utoljára otthon az anyjának. Mielőtt betették a javító nevelőbe, vagy hogy egyáltalán mit követett el. De nem, ők szerintem ilyenről nem beszélgettünk. A szegediek azok volt, aki jött és mondta, hogy 9 év múlva szabadult. És az ember nem tud, olyan ügyetlen, ez ügyetlen a helyzet. Nem tudom, mit kérdezhetnek, vagy egyáltalán megszólaljak-e. Libasorban álltak a rabok autogramért. De ez nem arról szólt, hogy autógraf kell neki, hanem az egy mondat, amit közben beszélgetett. És egy szép fiatal srác, tényleg kifejezetten csinos volt, ugye egyetemista volt, hogy mondta, hogy 9 év óva szabad. Mondom, annyi még hát, nem is muszáj volt. De az azt jelenti, hogy gyilkosság. Mondom, és muszáj volt az, ugye hát ilyen ügyetlenséget kérdeztem, muszáj. És azt mondta, hogy hát, egy rossz bandába keveredett, és hogy benzinkútrablással indult, kocsilopással, benzinkútrablással, és ott aztán lett egy gyilkosság. Nem, az nagyon kemény volt a csillagkörte. Viszont pisilni tudtam csak elmenni, hogy egy kis katona elkísért egy rácsi, kinyitotta, átmentük ott egy köztes, másfél méteres lupa, megálltunk, bezárta. Másik rácsot kinyitotta, átmentünk, bezárta, tovább. Kettő ilyen dupla rácsot keresztül vitt, majd állt az ajtó előtt igényvisére. És ugyanezeken a rácsokon visszamentünk aztán abba az irodába, ahol én öltöztem. Tehát, hogy... És dupla zsiripen mentem be kocsival is ott is. Dupla zsiripen engedtek be a börtönű barára. Szóval az úgy őrizve van. Na. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Kit szinkronizált a legszívesebben? Jézus Mária. Hát
hát végül is a rajzfilmek is szinkronizálás, és akkor azt mondanám, hogy a kislyukkot. De volt egyszer egy francia film, az a baj, hogy elfelejtettem a címét. És a Simone Signoret, az egy csodálatos francia színésznő lánya, a Katalin. Simone Katalin, vagy nem tudom, fordítva a franciául. Ő vele volt egyszer egy csodálatos film, terhes lett és elszökik otthonról, és valami tengerparti nyaralóba, ott betör egy olyan házba, ami akkor lakatlan télen. És ott van már terhesen a lány, amikor ugyanoda betör egy színes bőrű, egy néger fiú, akitől ő halálra, tehát nagyon megijed, és végül mindent a néger fiú intézel, ő menti meg, ő vele szül meg, szóval, hogy két szereplős csodálatos kőkemény film volt, azt nagyon szerettem szinkronizálni. De az ennyire kemény filmeket régen nagyon ritkán játszották, és kevés ideig a mozikon. Hát gyakorlatilag szerintem senki se látta. Köszönjük szépen. Következő kérdés, ez politikai kérdés. Hogyan értékeli napjaink állami beavatkozásait a színházi és a kulturális életbe? Lát-e esetleg hasonlóságot a 70-es és 80-as évek valamint napjaink között? Tökéletesen ugyanazt látom, sokkal sunyibban, rafináltabban és ócskábban. Tehát akkor azért ki volt valami mondva, és igaz, hogy papíron nem adták az utasítást, de azért odaadták az utasítást. Most viszont rendkívül ócskán, mocskosan, rafináltan intézik a dolgokat, de ugyanúgy nagyon sokszor hozzá nem értő embert ültetnek igazgatói székekbe, és minél jobb kebelbarát valaki, annál jobb helyzetbe kerülhet bármilyen szinten. Legyen a színház, múzeum, Petőfi Múzeum, meg egyebek. Tehát, hogy... Felkészülnek a pékek. Igen. De közben meg a pékeket én annyira csodálom. Tehát olyan csodálatos ember, aki képes éjjel két órakor, vagy nem tudom, hogy fölkelni. Azért, hogy a másik embernek langyos bucia legyen reggelire, vagy minek hívják ezeket a tócsnikat. Régen volt ilyen, hogy tócsni nekem. Pacsni. A tócsni az süti kolajba. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Egy korábbi interjúban említette, hogy várja, lesz-e ünnepség idén a születésnapján az Örkény Színházban. Volt meglepetés, ünneplés? Nem volt meglepetés, mert műsorba kiírták, ezt írták ki, Fogány 80. Tehát én tudtam, hogy az lesz, szeptember 10-én, pont ez volt a műsorban. De tudtam, hogy lesz, annyit kértek tőlem, hogy aznap én ne érkezzek korán a színházba. Tehát, hogy nehogy bemenjek a 5 órakor, vagy valami, még az emberek, ha előadása van, és át akarja nézni a szöveget, vagy valami, akkor van, hogy 5-kor már bemegynek, még kávét tisztik, és akkor büfé, vagy... Szóval, hogy ne menjek aznap korán, és akkor én 3-4-7 előtt, de fél hét után valamivel valóban bementem, azért, mert vártam az unokáimat, de annyira, de olyan örömök értek, hogy én ezt amíg élek, nem heverem ki. Tehát nem lehet kipihenni. Annyi, olyan tanulások jöttek lelkileg, meg az emlékek, meg annyi ember ott volt, aki fontos, és akit nagyon szeretek. Ez rettenetesen szép este voltna. És olyan érdekes, mit tudom én, ott volt a Molnár Piroska, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon sok születésnapi színházi megemlékezésen volt már, de hogy ennyire szépet még sose látott. Akkor a Csákányi Eszter, aki még csak 71 vagy 72-es, azt mondta, hogy hát azt érezte közben, hogy ezért muszáj, hogy megérje a 80-as életet, hát ha ő is kap egy ilyen szépest. Szóval nagyon, nagyon rendben volt. Nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Meghatározó színházi élménye volt az elnöknök. A kérdés pedig, merít-e egy színész az életből anyagot a szerepekhez, és ha igen, ehhez honnan merített? Hát
Hát annyira erős az anyag, hogy tulajdonképpen nem kellett merítgetni sem onnan, mert az anyag annyira súgta önmagát. Három rendkívül nyomorúságos körülmények között, tehát nagyon három primitív öregasszony, akik úgy összeülnek pletykálni. És a Csákány Eszter, a Szirtesági, meg ilyen Szirtesági nem volt még elég öreg, sőt, elég öregek talán még mi se akkor, mert ezt 23 éven át játszottuk. És most már legalább 5 éven el játszottuk. Tehát ez egy nagyon régi történet. Tehát olyan fantasztikus volt az anyag, és annyira súgta azt a világot, azt a stílust, hogy azt hogyan kell játszani, hogy nem kellett gondolkodni, hogy honnan ismerítsek, vagy valami. Viszont a mozdulatok, nekem volt egy nevelőanyám, anyáméknál volt háztartási alkalmazott. És mikor én születtem, már nálunk volt, és az időlemben halt meg. Tehát, hogy az Etta egy erdélyi parasztlány volt, két elemit végzett, azt is román nyelvű iskolába, és nem az úgynevezett józan parasztész volt Etta, hanem annál egy kicsit egyszerűbb, együgyűbb, azt mondanám, butább gondolkodású. Tehát maradébb gondolkodás. Például ő azt mondta, hogy egy évig nem köszönt nekem, mikor elmentem a színházhoz dolgozni, hogy kell neked ez a cigány élet, úgy kiabált velem, hogy hát azt hittem belehallok. Na minden, de aztán végén mindent megnézett, és halál büszke voltam, mert végül aztán úgy csinált, mintha sosem hallott volna. Mindegy, de Etának a mozdulatai annyira tipikusak. Kaposváron, mikor mentem haza, és kiállt az utcára a kapuba, így ölbetette a kezét, lestem, kivel lehetne pletykálni egy sor. És akkor, mikor elkezdtek pletykálni, akkor ezek a nagy mozdulatok arcon, szájon, szemmeregetés, hadonázás, nem tudom mi, tehát hogy nagyon szeretett pletykálni. És akkor ez nekem bejött az elnöknőknél, hogy ölbetett, vagy karba tett kéz, karok, és hogy utána, amikor rossz véleménye van valamiről, akkor jönnek ezek a bólogatásos, hunyorgatásos, lebigyeztéses véleményformálások. Tehát ezeket ott, de nem kellett nagyon akarni, hogy jött, mert olyan volt az anyag, hogy akartam, hogy ez legyen. De aztán a pedigi anyát, azt annyira Etából, és akkor sem gondoltam Etára, csak csináltam a mozdulatait. Hogy a fia, amikor megnézte, akkor én azt hittem, hogy azért mennek olyan nagyon hamar haza bemutató utáni kis ünnepségről. Azt hittem, hogy a babysitter, hogy mennek a gyerekhez. Akkor volt kicsi az első gyerek. Vagyis a második házasságból az első gyerekek. Két házasságunkból. Mind a kettő elvállással végződött. Na minden, lényeg az, hogy a második, az első gyerek pici volt, és azt hittem azért mennek haza, mert kicsi a gyerek. És később a feleség elmesélte, hogy olyan fuldokló sírás jött rá, közben berekedtem. Olyan fuldokló sírás jött rá, hogy muszáj volt, hogy az ember nem tud uralkodni magát, mert azt mondta, hogy ő ilyen reinkarnációt még nem látott, hogy a színpadon látta járkálni Etát, aki félig meddig őt nevelte. Mert ugye én a gyereket nem tudtam a színház mellett segítség nélkül ellátni, tehát engem is Eta nevelt, a fiamat is félig meddig Eta nevelte. És a fiam azt hitte, hogy ott pusztul el, pedig semmiben nem. Eta magas volt, erős csontú, fekete hajú, én alacsony, akkor még jóval vékonyabb, jóval szőkébb, tehát hogy semmiben nem hasonlított. Az értékrendünk az tök más volt, teljesen más. És mégis tudtam, hogy Etta milyen ember, és tudtam őt. Azt mondanám csúnya szó, hogy használni bizonyos figurákhoz. Igen. Meg édesanyámat is használtam, az Ödönforvát Mesél a Bécsi Erdő című, mert a Marian szerepében tudom, hogy édesanyám, aki szintén a 20-as, 30-as években volt fiatal lány, anyám 905-ben született, tehát 16 éves korában orszó széke volt, és a fotóit tudtam, ismertem a mozdulatait, hogy akkor egy hölgy, vagy egy lány, ha tudja, hogy szép, hogy tartja a fejét, csak is. Tehát, hogy
tudtam, hogy hogy teszi keresztbe a lábát, hogy gyújt rá. Szóval, hogy vesz, hogy hord egy kalapot. Tehát, hogy anyámat is használtam abban a szerepben. Anyám szép korát. Az amikor még szép volt. Aztán ő eléggé tökre ment. Apám korai halálában ő teljesen csodál. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Amikor nézőként megy színházba, hogyan választ színdarabot? Mit néz meg egy színész? És miket tud ajánlani a most utóbbi előadások között? Hát sajnos nem vagyok elég igazságos, mert vannak választott színházaim. Természetesen az Örkény Színházban mindent megnézek, és a Katona József Színházban igyekszem minél több dolgot megnézni, és a Pintér Béla társulatnál is igyekszem minél több dolgot megnézni. Ezen kívül nagyon ritkán ugyan, de azért elmegyek a Krafóba, de oda már ritkábban, csak ha egy ismerősen rendez ott valamit, és konkrétan valakire vagyok kíváncsi. Bár ott sok érdekes dolog van, de hát nagyon nem fér minden az életben. És van még egy, ahol a független társulatok játszanak, a Jurányi 1. Jurányi utca 1, az a inkubátorának hívják, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből helyzetet kapnak bizonyos fiatalok. Mostanában már a filmesek is ott leadhatnak forgatókönyvtervezetet, és akkor pályázhatnak. Tehát a filmeseknek is ott a Jurányi utca 1-ben lett egy ilyen inkubátor, filmes alapítvány. De színészeket is oda gyakran. Most például, most 24-én lesz az Örökség. Én szerintem nem lehet már jegyet kapni, de attól még meg lehet próbálni. Tehát tőlünk a Polgárcsoma és a Fica István játszik benne. Mind a kettőt nagyon szeretem. És egy dokumentumanyagból készült. Kőkemény előadás, de nagyon a legjobb az, amikor a vicces dolgokat, a kőkemény dolgokat összegyúrva tudja egy színház nyújtani. Az a legfájdalmasabb és a legviccesebb. Tehát azon sírni, nevetni, az nagyon jó. Tehát lényeg az, hogy a Jurányiba is szeretek elmenni. De most, tegnap este, vagy mikor is voltam a Katona Józsefben, én az Örkény Színházban nagyon ajánlom az Ajtó című darabot, mert az a szerelmem. A pedig jó anyát csak annak, aki bírja a kemény helyzetet. De nagyon szép esték például az Anyám tükrei, ami versekről áll. Két teljes felvonás, egész este csak verseket mondunk. Én az Anyám tükrei kettőt jobban szerettem, mert abban a József Attila hazámat, meg a Kvilinszki apokrifot mondhattam. Tehát, hogy keményebb, jobb verseket, ebben könnyebb versek vannak, de ezt nagyon hozzák rá diákokat meg, mert és ez jó. Tehát jobban elfogytak rá jegyek, és ezért a kettőt már levettük műsorban. De egy csomó előadás van, ami jó. Én nagyon szerettem. Hát vannak botrányos előadásaim, akik a újdonságot, vagy hogy van egy rendezőnk, a Bodó Viktor, ő a Shakespeare-ből csinált egy Kertész utcai Shakespeare mosó, tehát egy Kertész utcai autómosóban játszódik le a Róma Jós Imre története a mai ócska szocialista maffiózók világában. Vagy a Lidércek Shakespeare delírium. A Shakespeare-iek, hogy X-el van írva, tehát nem hibásan, tehát nem eredetiben. Ott pedig egy rehabilitációs, tehát ilyen szenvedélyi betegek rehabilitációs közöttében játszódik. Ez is egy kemény, de nagyon vicces este, azt is nagyon szerettem. Én nagyon szerettem a egészen elrajzolt Black Rider című előadásunkat is. Nagyon el vagyok maradva a Katona József Színházban, az az igazság, hogy tényleg elkezdtem nagyon erősen megöregedni, és mivel olyan sok előadásom volt még tavaly is, hogy nagyon ritkán tudtam összeszedni magamat, ha volt szabad estén, hogy akkor is felöltözés, és elinduljak és menjek színházba. Tehát el vagyok maradva, de idén, hogy most már nagyon lecsökkentettük az előadás számaimat, most elkezdek bepótolni, most fogok ki. Most már megvan egy jegyem az egyik Pintér Béla előadásra is, amit az Átriumban játszanak, aztán megvan a jegyem a Katona József Színházban is már novemberre,
két produkcióra. Szóval, hogy elindulok és fogok kórkolni. Pogány Judit színművésznek köszönjük szépen, hogy ma este itt volt velünk. És most csomója van, aki nem válaszol? Nem, végig értünk mindenit. Ami volt hasonló, akkor azt kiszoktam szüdenni, és mindjárt a végén. Jó, tehát köszönöm szépen akkor.